Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben Jézus Jerikó városán haladt át. Élt ott egy Zakaius nevű gazdag ember, aki a vámosok feje volt. Szerette volna látni és megismerni Jézust, de a tömeg miatt nem láthatta, mert alacsony termetű volt. Így hát előre futott, felmászott egy vad fükefára, hogy láthassa, mert arra kellett elhaladnia. Amikor Jézus odaért, felnézett és megszólította: Zakeus, gyere le gyorsan, mert ma a te házadban kell megszállnom. Erre ő sietve lejött, és örömmel fogadta Jézust. Akik ezt látták, méltatlankodva megjegyezték: bűnös embernél száll meg. Zakeus azonban odaállt az Úr elé, és így szólt: nézd, Uram, vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakit valamiben megkárosítottam, négy annyit adok vissza. Jézus ezt felelte neki: ma üdvösség köszöntött erre a házra, hiszen ő is Ábrahám fia. Az ember fia azért jött, hogy megkeresse és üdvözítse, ami elveszett. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Evangélium tanítása. Kedves testvérek, tényleg egy-két gondolatot, mert összesen ennyi a hangom, ezt kell mára is az előttünk lévő ünnepekre behozzam. De nem mondjunk el úgy ez a vasárnap sem, hogy legalább itt a főmisém pár gondolatot ne osszak meg Zakeus történetéről, amelyik egyszerre nagyon mélyen emberi, és egyszerre nagyon mélyen isteni. Beszéltünk már róla az elmúlt hetekben, hogy a vámosok nyilvános bűnösnek számítottak. Meg is jegyzi Jerikó lakossága, amikor Jézus beszállásolja magát Zakeushoz, hogy nézd, íme, bűnös embernél száll meg az, aki büntelem, az, aki fölötte áll minden bűnnek. És ebbe volt némi rosszallás, ebben volt némi gőg, ebben volt nem is kevés kevésség. Tegyük szívünkre a kezünket, mindenki bűnös. Az egy boldogságos Szűz Máriát kivéve, és fiát kivéve, mindenki bűnös. Aki nem ők ketten, az mind bűnös. Itt tehát tulajdonképpen nincs semmi jogalapja A embernek B szemére vetnie a bűnösséget. Ezt egyedül Isten fia tehetné meg, de az ő szempontja egészen más. Arrébb rakom benneteket, hogy járjunk be egy szellemi és lelki utat, hogy megértsük ezt a többletet, ezt a különbséget, megértsük a mai evangélium tanítását. Az alaphelyzet az, hogy a Szentírásban semmi sem fölösleges, mindennek jelentősége van, annak is, hogy tudjuk a hely meghatározást Szent Lukács könyvéből, hogy ez a Zakeus Jerikó városában élt. Márpedig Jerikó gőgös, büszke, kevé és nem utolsó sorban gazdag város volt. Gazdagságát köszönhette annak, hogy a Jordán gázlója mellett feküdt, egyébként a mai tudásunk szerint az emberiség egyik legrősibb idők óta lakott települése. Az ásatások 10 000 évre mennek vissza, az ásatási gödrök, a feltárások 10 000 év kultúráját hozták a felszínre Jerikóban. Fontos kereskedelmi útvonalak meccéspontja, kelet-nyugati, az észak-déli kereskedelmi csomópont ott találkozott Jerikóban, és ahogy az már lenni szokott, ahol élénk a kereskedelem, ott élénk a pénzmozgás is, ebből pedig szép adók és gyönyörű vámok kerekednek. Arról nem is beszélve, és erről is beszéltünk a nem túl távoli múltban, hogy a vámosok azért számítottak nyilvános bűnösnek,
mert mindenki tudta, hogy korrupt a rendszer. Nem voltak fix vámtarifák és vámtételek, hanem mindegyik vámos annyit rekvirált az egyes utazótól, kereskedőktől, olyan vámtarifákat és olyan adókat szabott ki, amennyit nem röstelt. Ráadásul az adóigazgatás anno úgy nézett ki, mint ma a piramis játékok, az alant ülő vámos adózott a fölötte lévőnek, így tehát a vámosok feje, a néven nevezett Zakeus, igencsak gazdag lehetett, ha az egész város minden alárendelt vámosa neki adományozott, neki adózott fölfele. A harmadik, ami miatt nem voltak népszerűek a vámosok, az abból a tényből fakadt, és ez is nyilvánvaló és köztudott volt Izraelben, hogy ebből a vámból és ebből az adóból, amit illegitim módon harácsolóan, önkényesen beszednek az utazóktól, kereskedőktől, és bizonyos százalékát befizetik a császári kincstárban, ebből a pénzből tartják fenn azt az erőszak szervezetet, amelyik Izraelt leigázta. Ez a pénz a katonaság fenntartására, a Poncius Pilátus helyőrségének a fenntartására, értsd, arra szolgál, hogy sanyargassák Izrael népét. Az izraeli emberek munkájának véres verejtékének gyümölcse adóformájában arra használtatik, hogy őket zaklassák, sanyargassák, leányaikat megbecstelenítsék, és törvénytelen módon visszaéljen a római legionáris a hatalmával. És ennek a rendszernek a kiszolgálói azok a zsidó vámosok voltak, akik ott ültek a pultnál, és önkényesen szabták a vámtarifákat. Na, innentől kezdve teljesen világos a vámosok társadalmi állása, a vámosok presztízse, a vámosok rangja a zsidó társadalomba. Nagyjából a nulla. Nem véletlen, hogy Jézus az utcanőkkel hozza őket egy színvonalra, amikor azt mondja, hogy a vámosok és az utcanők, ez a két nyilvános bűnös kategória, megelőzi a zsidókat, a farizeusokat Isten országába, mert ez volt a közfelfogás a vámosokról. Adva van tehát egy gazdag, nyilvános bűnös, megbélyegzett, alacsony termetű vámos, aki valahol a gazdagsága okán és az alacsony termete okán is talán törtető, talán könyöklő, talán mindenkin keresztül gázoló, autark egyéniségi személyiség volt. És ez a Zakeus fejébe veszi, hogy ő szeretné Jézus látni. De fél esetlegesen a társadalmának, városának negatív közhangulatától, fél azoktól az emberektől, akiket megsarcolt, akiktől illegitim vámot kipasszírozott. Így tehát úgy gondolja, szerencsésebb, hogyha diszkrét utat választja a Jézus látásnak. Felmászik és elbújik a vadfügefa levelei között, mert ez védelmet és oltalmat jelent számára. De Jézus tekintete elől nem lehet elbújni. És ez az első, amit szeretnék aláhúzni. Menekülhetsz te Jézus elől, ahova csak akarsz. Az ő tekintete és az ő szeme mindenhol lát, megtalál, és mindenhol rád tekint, mindenhol felismered azt. Jézus látja Zakeusnak a kíváncsiságát, de még valami mást is. Nevezetesen azt, hogy ez az ember már kész a bűnvallomásra, ez az ember kész a bűnbánatra, ez az ember már kész a megtérése is. Ezért szállásolja be magát hozzá. Ezért, mert az emberfia megkeresni jött az elveszettet, nem pedig ítélkezni fölötte, menti meg Zakeust. Ezért hívja le őt a fáról, és mi érdekes, hogy Zakeus rögtön kész a válasszal. Nézd, Uram, vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakit valamiben megkárosítottam, négy annyit adok helyette.
mózesi törvény előírása szerint kétszeres jóvátételre volt kötelezett a kár okozó a károsultnak. Zakeusa négyszeresét ajánlja fel, ráadásul a vagyona felét is a szegényeknek adja, mondván, nem tudok mindenkit kártalanítani, akiknek vagyontárgyai illegitim módon a kezemhez szabadtak. Tovább megy. Dupla annyit ígér, dupla annyit ad, mint amennyire kötelezettsége szólna. És ez a dupla jóvátételi igény Zakeus észéről mutatja azt, hogy ez a történet már réges-régen spirituális és nem jogi. Ha csak a jogi előírást és a jogi kereteket néznénk, akkor a kétszeres jóvátétellel elvileg minden ellenne intézve. De Zakeus négyszerest ígér, mert érzi, hogy erre kapott indíttatást lélekben, mert érzi, ezzel áll helyre az ő személyes lelki békéje. És Jézus nem maradt adós a válaszsal. Ma üdvösség köszöntötte házra. És ha Jézus azt mondja, hogy üdvösség köszöntötte házra, akkor az az egész személynek, az egész emberségnek a spirituális gyógyítása. És a házam nem csak Zakeus személyét, hanem a háza népét is érteni kell. A felfogás a pater familias, a család fő fősége alatt élő szélesebb rokonságot értette a háza népe alatt. Tehát minden leszármazottját és feleségeit, és még a távolabb eső rokonságot is, ha és amennyiben egy fedél alatt laktak Zakeussal. Elképesztő válasz Jézus részéről. Zakeus négyszeres jóvátételt ígér, Jézus pedig az egész generáció és az egész család, az egész dinasztia üdvösségét. Ma üdvösség köszöntötte házra, és ez az üdvösség szó szerint értendő. Olyan üdvösség, amit nem lehet elveszíteni, hiszen Jézus ajándéka. Olyan üdvösség, amelyiknek az idők végezetéig kihatása van. Jézus a csodákat, a gyógyítást mindig a lélek mélyén kezdi. És ennek vannak áttételei, és ennek vannak következményei kívülható, kifeléható módon. Az egész történet azon a ponton fordult meg, hogy a bűnös Zakeus kíváncsi volt, de szíve nyitott a változásra. A bűnös Zakeus kíváncsi volt, de szíve megérett arra, hogy a vagyonából a szegényeknek visszaosszon, illetve kártérítés, kártalanítás, kárpótlást adjon. Ez pedig a szívkészségé múlt. Vagyis Zakeus történetében az igazi tanulság a szív nyitottsága, ahogy ő az Úrhoz fordul. És ezért örök ez a történet. Mindenkor minden emberének szól. Mi nem Jerikóban élünk, és nem vagyunk vámszemüdők sem, nem vagyunk talán olyan értelemben nyilvános bűnösök, mert nem vagyunk korruptak, és nem más emberek kizsákmányolásából és harácsolásból élünk, mint ahogy ezt a Jézus korabeli vámosok tették. De az tanítás lényege, a tanítás mögötti igazság örök. A szív nyitottságán fordult meg Zakeus üdvössége, és nem csak az övé, hanem az egész dinasztiájé, házanépéjé vele egyetemben. Adja az Isten, hogy ezt el tudjuk vinni magunkkal, mert a felelősségünket húzza alá. A te szíved nyitottsága, a te szíved készsége, a te szíved Isten felé fordulásának, vagy nem fordulásának, vagy zártságának következménye van rád, gyermekeidre, felmenőidre és az oldalági rokonodra egyaránt.
Jó ezt tudatosítani magunkba, amikor halottak napján minden szentek környékén temetőben megyünk a halottak kultuszát, a halottakkal való gondolatkört ápoljuk, hiszen egy csodálatos lehetőség van a kezedben, nevezetesen a teljes búcsú. A mai vasárnap és a jövő vasárnap is minden szentek halottak napi ünnepkörben teljes búcsút tudsz élő és elhunyt szeretteidért felajánlani. Ennek megvannak a előírás szerinti lehetőségi feltételei, ezt majd a hirdetés rovatban ismertetjük. Most ide annyi tartozik, hogy a te szíved nyitottsága, a te szíved döntése, ahogy te Isten felé mész a saját vágyaiddal, a saját nyitottságoddal vagy zártságoddal, tud üdvösséget szerezni a már régen elhunyt családtagjaidnak, vagy az eztán születendőknek, a veled együtt élőknek. A Jézusi mondat ma üdvösség köszöntötte házra, feltétel nélkül igaz, és a te házadra is az, hogyha élsz az egyház által felkínált búcsú lehetőségével.